Újabb vezető izraeli politikus bírálta a budapesti amerikai nagykövetet, amiért zsidó ünnepi vacsorára hívta meg a Jobbik elnökét. Az izraeli kormánypárt képviselője szerint ez ugyanis legalizálja Gyöngyösi Márton veszélyes nézeteit. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója pedig a Kossuth Rádióban arról beszélt, óriási baklövést követett el az amerikai nagykövet, amikor pártpolitikai szereplőként kezdett el viselkedni. Tóth Erik szerint abba, ami korábban a magyarországi baloldali sajtó feladata volt, most bekapcsolódott a David Pressman vezette nagykövetség is. Izrael állammal akár odáig elmenni, ha már a hadüzenethez nincs erőnk, mint ami egy ilyen esetben az adekvát válasz lenne. Simon Pérez volt izraeli miniszterelnök 2007-ben hazánk felvásárlásáról beszélt. Erre válaszul Gyöngyösi Márton egy 2013-as videó tanúsága szerint a zsidó állam elleni hadüzenetről értekezett a Jobbik majálisán. 2012-ben a radikális párt színeiben pedig a parlamentben a zsidó képviselők listázását követelte. Hány olyan zsidó származású ember van, aki bizony is nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára? A Jobbik konzervatívok jelenlegi elnöke, aki korábbi önmagához képest már az amerikai nagykövetség plakátkampányába illeszkedő kommunikációt erősíti az orosz-ukrán háborút illetően, sajátosan értelmezi a zsidósággal kapcsolatos egykori kijelentéseit. Soha nem voltam antiszemita. A balliberális politikus David Pressman húsvéti széderesti meghívására is úgy emlékszik már, hogy ő sosem volt antiszemita, pedig épp az amerikai nagykövet volt az, aki a jobbikos politikus részvételét az ünnepségen zsidó gyűlölő múltjával indokolta. Úgy gondolom, hogy Gyöngyösi Márton meghívása a széder vacsorára több szempontból is helytelen volt. Reagálta az elmúlt napok történéseire Tamir Waitzberg, az izraeli vezetőkormánypárt a Likud nemzetközi kapcsolatokért felelős koordinátora, a Tűzfalcsoportnak adott interjúban azt is mondta, az, hogy egy ilyen figurát a legfontosabb zsidó ünnepre Izrael legnagyobb szövetségesének nagykövete, aki maga is zsidó elhívott, de facto tisztázza és legalizálja Gyöngyösi úr problematikus és veszélyes nézeteit. Waitzberg szerint Pressmanék képmutatók, miközben mi mindig próbáljuk az antiszemitizmust és a zsidó kérdéseket a politikán kívül hagyni, úgy tűnik, hogy ezeknek az embereknek, akik mindig a kormányt és Orbán miniszterelnököt támadják antiszemitizmus miatt, ez nem más, mint politika, közölte a Likud párt koordinátora. Az antiszemita kijelentések végső soron magyar ellenes kijelentések is. A honi zsidóság jelentős része magyarul érző és gondolkodó közösség, Hont András szerint. Az Átlátszó főmunkatársa úgy látja, David Pressman ezért is követett el döbbenetes hibát Gyöngyösi Márton széderesti meghívásával. A Jobbik konzervatívok elnökén ugyanis nem látszik az a változás, amiről évek óta beszél. Hont András az amerikai nagykövetség által támogatott Ruszkik haza című plakátkampányról is sarkos véleményt fogalmazott meg a Hír TV-ben. Szerintem értelme nincsen túl sok, de legalább vitatható. David Pressman szerintem egy óriási baklövést már elkövetett, mégpedig azt, hogy pártpolitikai szereplőként kezdett el viselkedni az utóbbi fél évben. Az amerikai nagykövet magatartása, különösen a Bécsi Egyezmény fényében, ami a baráti viszonyápolását kellene, hogy szolgálja, szétfeszíti a hagyományos diplomácia kereteit, fogalmazott a Kossuth Rádióban Tóth Erik. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója azt mondta, ami korábban a magyarországi baloldali sajtó feladata volt, abba most bekapcsolódott a David Pressman vezette nagykövetség is. Az a célkitűzés, hogy a baloldali amerikai politikai adminisztráció azt a mondjuk úgy, hogy háborúpárti viselkedést, amelyet egyébként elvár az Európai Unió szövetségesi rendszerétől, azt megpróbálja Magyarország esetében is kikövetelni, kikényszeríteni. Joe Biden embere, David Pressman nem egy szokványos diplomata, hanem a magyar baloldal parancsnoka lett, írja az Origo. A lap szerint ugyanis az amerikai nagykövet hónapok óta próbálja elérni, hogy Magyarország változtassa meg békepárti álláspontját és szálljon be az ukrajnai háborúba.